Egy. Az alsó, megtegyen az első. Az, egy. December 19-én készültek ezek a felvételek, már akkor dolgozott a zsűri, hogy elbírálják a beérkezett pályamunkákat. A bizottság elnöke szerint a kicsik idén különösen kreatívak voltak. Hál' Istennek sikerült nagyon sok olyan pályamunkát találnunk, amelyek tényleg érdemesek voltak arra, hogy felkeltsék a zsűri figyelmét, és a végén elég nehéz döntés eredménye lett az, hogy sikerüljön a díjazottakat kiválogatni. Jaksa Zsombor Bikácsról érkezett a rendőrség szekszárdi Tarcsai utcai épületébe, hogy átvegye a legügyesebb felsősnek járó díjat. Ő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos gondolatait rajzolta le. Egy ne háborúsz felirat, és hogy szerintem a háború helyett miket kéne csinálni. Hogy tanulni, játszani, olvasni, meg többet lenni a családoddal. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi munkacsoportja és a Tolna megyei cigány önkormányzat harmadik alkalommal hirdette meg a gyermekek számára kiírt rajzversenyt. Az idei évben minden korábbinál több alkotás érkezett be. Közel 300-an jelentkeztek erre a pályázatra, és küldték be a rajzaikat. Egyesek saját maguk készítették, illetve saját maguk küldték be, valamint különböző iskolákból érkeztek a megye számos pontjáról ezek a művek. A pályázat kiírói azt kérték a gyerekektől, rajzoljanak vagy fessenek bármiről, ami szerintük aktuális. Adtunk egy kicsi segítséget a gyermekeknek, ugye csak általános iskolás gyerekek vehettek részt, alsó-felső tagozat. Az tulajdonképpen a jelenleg kialakult helyzet Magyarországon, és itt a szomszédos országban, hogy a háború, a szegénység, a rasszizmus, családon belüli erőszak. A kezdeményezést a Tolna megyei önkormányzat is segítette. Ők külön díjjal készültek az egyik szerintük különösen aktuális rajz alkotója számára. Én örülök annak, hogy a gyerekek már nagyon fiatalon ezáltal a rendőrséggel egy kapcsolatot építenek ki, másképpen tekintenek a rendőrökre, mint partnerekre, leépül ez a rendőrtől való félelem, és egyáltalán megértik azt, hogy miért fontos odafigyelni bizonyos dolgokra. A mostani díjátadón összesen 16 fiatal munkáját ismerték el.